Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ebben a videóban. Hoztam nektek egy kis különlegességet, a Trónok harca tarókártyát. Hát én nagyon szeretem a sorozatot, ez nem kérdés. És hoztam nektek egy kis cuki kis dolgot. Egy kicsi kis zene hozzá, nagyon szeretem. Kis kalimba. Na, akkor le is teszem, és akkor megnézzük azt, hogy azt fogjuk megnézni, hogy a szerelmed hogyan gondol, miként gondol rád, milyen érzelmek vannak benne, és hogy ezért, amik most benne vannak, hogy ezeket kinyilvánítja-e feléd, vagy pedig egy kicsikét megtorpanva lelassul ez a dolog kettőtök között. Megnézzük, jó, hogy mi történnek. Itt fogom keverni a kártyalapokat, hogy lássátok. Nagyon-nagyon kemény kártyalap érkezett most nektek. Egy nagyon hatalmas fájdalmat és visszatartott minőségeket látok most így a pároddal kapcsolatosan. Nagyon jó lenne az, hogyha próbálnád kideríteni, hogy mi az oka ennek a fájdalomnak. Azt kellene megvizsgálnod, hogy hogyan tudsz neki segíteni ebben a fájdalomban, és hogy miért érez így irántad. Te hogyan bántottad meg őt, mivel bántottad meg őt, hogyan tudod az ő kis lelkét rendbe rakni, hogyan tudod őt most pátyolgatni. A következő pedig a megoldásról szól, ugye, hogy nagyon fontos az, hogy olyan energiákat tudj neki adni, hogy most neki szüksége van arra, hogy te foglalkozzál vele, szüksége van arra, hogy megkérdezz, hogy szívem, mi újság van benned, hogy ne csak a mindennapoknak éljetek, hanem tényleg úgy látom, hogy nagyon nagy fájdalom van most a párodban. Úgyhogy abszolút azt érzi, hogy ő egy kicsit el van keseredve, és hogy egy kicsit meg vagytok rekedve, és azt látom, hogy neked kell neki vinni azt a bizonyos poharat, neked kell vinni azt a bizonyos felkínálást, hogy igenis, hogy neked kell oda menni hozzá, hogy ezt a problémát egy kicsit ki tud bontani, és amit látok az, hogy akkor fog érkezni az a megoldás, amivel ti tudtok működni, ugye, tehát, hogy mindenféleképpen annyira szépen, tehát a fájdalmat szépen te fogod rendbehozni, a kérdéseiddel, a figyelmeddel, azzal, hogy hogyan tudsz neki segíteni azt, hogy hogyan tudod ezt a fájdalmat rendbe tenni, hogyan tudjátok megoldani ezt a helyzetet, és azt látom, hogy megérkezik a megoldás teljességében. Hát, ennyi volt most a Trónok harca tarot kis pici kis jóslás. Jelezzétek, hogyha kérdésetek van. Nagyon szívesen válaszolok a következő videóimban. Mariel voltam, és szép estét, szép napot kívánok neki.